Táncos jelmezes műsorral készültek a két jó óvodások a farsangi előadásukra. Szülőkkel és nagyszülőkkel telt meg a helyi művelődési ház szombaton délután. A gyerekek az óvodában és otthon is napokon keresztül gyakorolták a műsorokat. Darabokba próbáltuk a kis jelenetünket, a jelmezes verseket, vagy szülő kereste, vagy mi. Otthon is gyakorolták, mi is, és utána összeraktuk egy hét alatt. Ismerem az állatok. Kétjen 2008-ban zárt be a helyi általános iskola, azóta csak óvoda működik a településen. Oda viszont egyre több gyerek jár, most 23-an vannak, és májusig még 3-an érkeznek az intézménybe. Minden erőnkkel a kis óvodánkra koncentrálunk, és bármilyen rendezvényük van, vagy bármilyen megmozdulás van az óvodába, legyen az egy udvari játék telepítése, vagy az udvar csinosítása, vagy teljesen mindegy, akár egy ilyen rendezvény is, mint amit most vagyunk. Ez nagy összefogás a falu részéről, hiszen a gyerekek azok itt a fő szereplők. Mivel szinte minden évben nő a beiratott gyerekek száma, ezért az önkormányzat folyamatosan fejleszti az intézményt. Szakmai szempontból megálmodják, hogy melyikek azok a játékok, amelyik igazából a gyerekeknek hasznosak, és akkor akár az önkormányzattal, vagy az alapítványon keresztül mindig olyan játékot próbálunk beszerezni, ami a gyerekeknek nagyon hasznos. A kéti óvodás farsangi előadás után a helyi nyugdíjas klub tagjai süteménnyel vendégelték meg a gyerekeket és a vendégeket.